Sziasztok, én most a budapesti reptérről jelentkezem be hozzátok, ugyanis útnak indultam Lengyelországba a következő versenyemre, ami vasárnap lesz. Most péntek van, úgyhogy a mai napról készítek nektek egy kisebb vlogot, illetve majd a vasárnapi versenyről is ide a YouTube csatornámra. Most 2 óra van és 3 óra 10 perckor indul a gép, szóval még van egy kis időm, úgyhogy addig megiszom a teámat, amit hoztam magammal, a teafiltert, szóval csak egy pohár forró vizet kértem, illetve még van egy étkezésem, amit otthon megcsináltam magamnak, és azt behoztam ide a reptérre, illetve természetesen a saját étkészletemmel, amit a fittodet.com-on tudtok megvenni, vagy megvásárolni, megrendelni. És egyébként most ez az étkezésem, ez sima garnélarák, meg egy pici hal van még az alján, úgyhogy ezt megeszem, aztán fel is szállok a gépre. Egyébként teljesen egyedül megyek, ugyanis a múlt heti versenyen dőlt el, hogy megyek-e tovább, ugye, vagy nem. Mert hogyha múlt héten meg lett volna a kártya, a profi kártya, akkor nem kellett volna tovább jönnöm versenyezni. Viszont mivel nem lett meg, így eldőlt, hogy tovább kell jönnöm, és jövök ide Lengyelországba, vagyis megyek Lengyelországba. Úgyhogy még ott spanyolban foglaltam le a repjegyet, a szállást, minden, ott regisztráltam be, és nyilván nem várhatom el senkitől, anyukáméktól, vagy a nővéremtől, vagy bárkitől, hogy na most akkor én bejelentem, hogy akkor pénteken indulunk, mert ugye vasárnap derült ki, hogy indulok, és hát ezért egyedül jövök. Úgyhogy izgi lesz, egyszer repültem eddig életemben egyedül, és az tök jó volt, viszont most egyedül is fogok, de ott, vagyis legutóbb ott már vártak, meg nem, ott már nem voltam egyedül, mikor Görögországba egyedül repültem ki, viszont most senki nem vár kint, és marhára egyedül leszek, meg egyedül leszek a szálláson. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz ez a pár nap. És jön a kedvenc részem, a shoppingolás itt a Duty Free-ben. Jézusom, ezek a csókik! Azt a mindenit! Hát ez most így verseny előtt ismét egy jó kis kínze. Megtudtam, hogy az edzőmnek, Robinnak ez a kedvenc csokija, úgyhogy viszek neki ebből egy. Én imádok a reptérre járni, nagyon szeretek itt fotózkodni, meg így ezt az egész reptér feelinget nagyon szeretem, viszont a repüléstől minden egyes alkalommal kikészülök. Pedig már 4 éves korom óta minden évben több alkalommal is repülök, de egyszerűen nem tudom megszokni, annyira félek, hogy sírni tudnék tényleg minden alkalommal, úgyhogy most is eléggé idegbe vagyok. De próbálom elfoglalni magam, úgyhogy egész úton étrendeket fogok írni, és videókat fogok vágni. Ha szeretnétek személyre szabott étrendet, akkor Instagram üzenetben írjatok, és fontos, hogy csak 18 éven felüli nőkkel foglalkozni. A felszállás ezt utálom a legjobban. Jézusom! Borzalmas. Fön vagyunk. Innen már fönn nem maradunk, legalább. Tiszta idegben vagyok, tisztára ízlet a tenyerem is, meg mindenem. Kikészülök. Épségben megérkeztünk, el sem hiszem, hogy végre földet értünk. Nagyon szépen rakta le amúgy a pilóta a gépet, szóval ennek most nagyon örültem. Odafelé egy picit rázkodott az út, de nem volt olyan vészes. A spanyolországi út az borzasztó volt, mert több mint 2,5 órát utaztunk, most csak 1,5 óra volt, és nagyon gyorsan eltelt így, hogy végig dolgoztam, úgyhogy szerencsére nem pánikoltam végig. Már leiszálltam a gépről, 10 perccel előbb megérkeztünk egyébként ide Lengyelországba, most pedig megyek és felveszem a másik bőröndömet. Megvan mind a két bőröndöm, és nem hiszitek el, ezt most fedeztem fel a Fittodet táskáról, mert ugye ezt felengedik kézipodgyászként a repülőre, és van rajta egy ilyen, amivel tök könnyedén rá lehet rakni a bőröndre. És én ezt pedig nem tudtam, a saját táskámról. Na mindegy, a fittodet.com-on tudtok rendelni belőle. Most pedig kerítek magamnak egy taxit. Meg is vagyok, körülbelül 35 kilométerre van, szóval 1 órát írt a GPS, úgyhogy most van 1 órám ismételten, amíg ismét étrendeket fogok írni, posztolok, üzenetekre válaszolok, stb. Feltalálom magam, hogy ne unatkozzak. Jézus Isten, ezt nem fogjátok elhinni. Amikor megérkeztünk a helyszínre, fizettem volna a taxisofőrnek, és a pénztárcámat fent hagytam a repülőgépen. Fent hagytam a repülőn. Azonnal hívtam a repteret, az elhagyott tárgyak osztályát, meg mindent, ugye nyilván angolul. Szerencsére beszéltek angolul, és megtalálták.
úgyhogy most úton vagyunk vissza. Már 6 óra van, elkezdődött a regisztráció, 7-re érünk a reptérre, onnan 8-ra vissza, és vége is lesz a regisztrációnak, úgyhogy most intézkednem kell, hogy megvárjanak a regisztrációnál, mert ha nem, és lekésem, az akkor meg a versenyen se vehetek részt, úgyhogy olyan ideg sok összeroppanást kaptam, hogy azt hittem, hogy szívinfarktus kapok. Biztos voltam benne, hogy elvitték, vagy ellopták a pénztárcámat, de megtalálták, úgyhogy fú, most nagyon velem volt a jó Isten, te jó ég. Nem hiszem el, úgyhogy most megyünk vissza. 57 perc múlva ott is vagyunk a reptéren. Fasza. És visszaértünk a reptérre. El sem hiszem. Szerencsére a taxisofőr bácsi segít nekem, úgyhogy ennek nagyon örülök. Yes, thank you very much. I'm really thankful. Bye. Megvan a pénztárcám, el sem hiszem, úristen. Hát ez most megért ennyit, hogy 3 órás út lett ebből az 1 órás útból, de én ennek csak örülök, hogy megvan, velem volt a jó Isten most kivételesen. És most már mehetünk a helyszínre regisztrálni újra. Visszaindultunk a helyszínre, és kivettem a bőröndömből a kajámat, ugyanis mára még csomagoltam magamnak kaját, lefőztem az étkezéseimet, ugyanis csak 3 étkezést kellett magammal hoznom, úgyhogy ezeket betettem egybe, egy dobozba, ugye 3 részre van osztó úgyis ez az ételtároló, úgyhogy külön-külön egy részben van egy étkezés, mindegyikben természetesen hal van, mert most már csak halat eszem ilyenkor. Na, 12 perc múlva ismét megérkezünk. Hát igen, egy kicsit rohadt drága lett, hogy végre ide értem. Még jó, hogy képbe vagyok a helyszínen, mert egyébként tavaly itt volt verseny októberben, az utolsó verseny, ami itt volt a tavalyi őszi szezonban. Úgyhogy még jó, hogy tudom, hogy hova kell jönni, még nem kell így azzal szenvednem, szóval ez az egy szerencsém van, hogy most nem kell így kutakodnom. El se hiszem, hogy ide ért. Na hát úgy néz ki, hogy semmiről nem maradtam le, mert még mindig rengetegen várakoznak itt így este 9:30-kor. ID and NPC license, please. Will you take part in the Women's Bikini Teenage and Open Sea? Yes, perfect. Úgy beregisztráltam végre, a 317-es rajtszámot kaptam, iszonyatosan sokat kellett várakozni, már elmúlt este 9, úgyhogy végre minden egyenesben van, megyek a szállásra. Kaptam időpontot barnításra 15:30-ra vasárnapra, amúgy felvetem a pulcsimat, mert kezd itt hideg lenni, nincs olyan jó idő, mint otthon. Úgyhogy most már tényleg minden rendben van, a fotóst is elintéztem, a videóst, úgyhogy mehetünk a szállásra. Mutatok egy kis részletet a szállásról. Nekem a konyha a kedvenc részem. Ide már kitettem a kis fittodi dobozokat, amiket ugye hoztam magammal. Hát a konyha a kedvencem minden lakásban. De egyébként ilyen a nappali. Nekem nagyon tetszik. Elfoglaltam a szállásomat, most már elmúlt 10:45, küldök Robinnak egy gyors formacsekket, megmondja, hogy mit egyek holnap, meg hogy igyak, hogy egyek, szóval ezt majd ő fogja most meghatározni a súlyom és a formám alapján, úgyhogy ezt most gyorsan elküldöm neki, utána pedig jön az utolsó étkezésem, és megyek aludni. A mai edzést egyébként már délelőtt letudtam, meg a kardiót is, és most már csak egyszer kell kardióznom egy nap, most így visszavettük erre az egy hétre, mert Spanyolországban azt a visszajelzést kaptuk, hogy túlszáraz voltam, túl kondicionált, és egy picit túl izmos a többiekhez képest, úgyhogy a kardiót visszavettük, és ezáltal csak egyszer kellett kardióznom ma, úgyhogy azt már megcsináltam, mielőtt útnak indultam a reptérre, szóval most már minden sinem van. Na ezt nézzétek, hoztam magammal a kameraelványomat, mert Spanyolországban nem vittem magammal fényt, és borzasztó fények voltak, és nem tudtam Robinnak normális formacsekket küldeni, úgyhogy most a héten vettem egy ilyet, amit így tök kicsire össze lehet csukni, és így mindjárt mutatom, várjátok, így ki lehet jó magasra húzni, úgyhogy ezzel fogok mindjárt küldeni neki egy check-in videót. Nagyon izgalmas volt ez a nap így egyedül utazni. Ez az első verseny egyébként, hogy egyedül megyek, mert eddig mindig volt kísérő, anyukámék, edző, stb. Mindenki jött velem. Viszont most full egyedül leszek, és már most egyelőre úgy tűnik, hogy így minden rendben van, meg így mindent tudok menedzselni így egyedül is. De nagyon furcsa, és hát bízom benne, hogy vasárnap is ennyire jól fog, gördülékenyen fog menni minden.
Találkozunk a vasárnapi vlog videóban. Köszi, hogy velem tartottatok. Szurkoljatok vasárnapra. Puszi!